együttműködés, vállalkozásfejlesztési és tanácsadóirodát hoznak létre Nyíregyházán. A Víz Világnapja, látványos kísérletekkel várták az érdeklődőket az egyetemen. Ezüstérmes, a második helyet szerezte meg Tarjányi István kerekesszékes vívó Pízában. Vállalkozásfejlesztési irodát hoznak létre Nyíregyházán, erről állapodott meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei szervezete és a Primom Alapítvány. Az iroda praktikus pénzügyi és gazdasági tanácsokat ad majd az érdeklődőknek. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Az együttműködési megállapodást ünnepélyes keretek között írták alá. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége idén 35 éves. Ennek alkalmából ünnepi közgyűlést és vállalkozói fórumot tartottak kedden a megyeszékhelyen. Aláírás és pecsét kerül a dokumentumokra, azokra, amelyek azt rögzítik, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is irodát nyit. Ilyen eddig csak 3 helyen működött az országban, a VOSZ célja azonban, hogy egy éven belül minden vármegyében működjön ilyen. A vállalkozásfejlesztő irodát Nyíregyházán a Primom alapítvánnyal közösen alakítják ki. Mivel a Primonnál a személyi, tárgyi és egyéb technikai feltételek megvannak arra, meg a tapasztalat, hogy hogyan kell a vállalkozásfejlesztést működtetni, emellett nem tartjuk szerencsésnek, ha még egy újabb irodát hoznánk létre. Tehát a Primommal együttműködve a vállalkozóknak a tanácsadásában kívánunk részt venni, létrehozunk egy újabb pontot, ahol Széchenyi kártyát fogunk forgalmazni, és segítünk nekik a piacra jutásban is, ugyanis a Primom az Enterprise Europe Networknek is a tagja. Eppel János, a VOSZ elnöke a vállalkozói fórumon tartott előadásában a szövetség új 5 éves stratégiai céljait ismertette. Ezeket a mostani nehéz gazdasági környezetben 3 fő szempont szerint határozták meg. Az egyik a érdekképviselet, a második a szolgáltatások, a harmadik a vállalkozásfejlesztés. Érdekképviseletben szeretnénk a szakmaiságot, a proaktivitást és a konstruktivitást erősíteni. Szolgáltatásoknál legismertebb szolgáltatásunk a Széchenyi Kártya program, amit a Magyar Kereskedelmi Ipar Kamarával hoztunk létre, és működtetünk 20 éve eredményesen. Büszkén hadd mondjam el, hogy a 20 év alatt több mint 450 ezer vállalkozás jutott valamilyen mértékű államilag garantált és támogatott kedvezményes hitelhez. Ez meghaladja a 6000 milliárd forintnyi összeget. Ez számunkra azt jelenti, hogy nagyon-nagyon eredményesek, hatékonyak voltunk ezzel a termékkel, ezzel a szolgáltatással, és erre igazából büszkék is vagyunk. Szeretnénk a pénzügyi szolgáltatásokat új termékekkel bővíteni. Román István, a vármegyei kormányhivatal főispánja arról beszélt, bő 10 évvel ezelőtt még sokkal inkább munkanélküliségi problémái voltak a régiónak, mára ez munkaerő hiányba lépett át. Hozzátette, a kormányzati szerveknek és a vállalkozások érdekvédelmi szervezeteinek azon kell dolgozniuk, hogy a képzés is az igényekhez igazodjon. Nyilván probléma az van, amivel szembesülni kell és amivel foglalkozni kell, de azzal együtt, hogy a munkaerőpiaci helyzet megváltozott, azzal együtt mi úgy gondolkodunk a kormányhivatalban, hogy a foglalkoztatási szakterületnek is meg kell változnia. Nyilvánvalóan működnek azok a munkahelyteremtő pályázatok, amelyeket többen is ismernek, a GINOP-on keresztül, a topos pályázatokon keresztül lehet támogatott foglalkoztatáson bővíteni a foglalkoztatást, de hát azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szükség van arra, hogy egy közvetítő szerepet töltsön be a kormányhivatalnak a foglalkoztatási szakterülete, és a foglalkoztatási főosztályunk és a járási foglalkoztatási osztályaink, aminek az eredménye az kell, hogy legyen, hogy segítsük azt, hogy a munkaerő és a munkáltató az egymásra találjon. Vinnai Győző országgyűlési képviselő szerint az idén 35 éves VOSZ-nak országos és régió szinten egyaránt nagy szerepe volt a vállalkozói szféra megerősödésében. Én emlékszem még azokra a számokra, hogy 1990 után 1,5 millió munkahely szűnt meg, és 750 ezer kényszervállalkozó volt. És ebből a nehéz helyzetből az érdekképviseleti szervezet, amely egy nagyon nehéz időszakon ment akkor keresztül, már egy sikeres szervezetté vált, és ehhez gratulálok is, megyei és országos szinten. És hát ott vagyunk, hogy 35 év, több mint egy generációnyi idő felnőtt a
vállalkozói társadalomnak a generációváltása, ha szabad így mondani. Itt Nyíregyházán is megfigyelhető, hogy vannak már, akik a szüleiktől családi vállalkozásként átveszik, vagy már át is vették, és tovább folytatják azt a családi vállalkozást, amely éppen a 80-as évek végén, vagy a 90-es évek elején elindult. Az eseményen Comba Csaba vármegyei elnök bejelentette, a VOSZ ebben az évben 300 ezer forintos ösztöndíjban részesíti azokat az alkotókat, akiknek a filmjeit az idén második alkalommal megrendezésre kerülő Máté Szakai Adolf Cukor Nemzetközi Filmfesztivál legjobbjainak tart a szakmai zsűri. A föld felületének 71%-át víz borítja. Ez az egyetlen olyan anyag a földön, amely mindhárom halmaz állapotban megtalálható. Az idei vízvilágnap arra hívja fel a figyelmet, hogy a vizeinket és környezetünket fenyegető válság megoldásának kulcsa abban rejlik, hogy felgyorsítsuk a jó irányba tett lépéseket. Ehhez kapcsolódva több napos programot szerveztek a Nyíregyházi Egyetemen is. Egy csepp vizet fogunk rácsepp. Két csepp volt, és várjuk. És csak ez egy csepp víz volt. Az ammóniumnitrát, a cinkpor és a víz exoterm folyamatát is láthatták, sőt ki is próbálhatták a hallgatók kedden a Nyíregyházi Egyetem egyik kémia laborjában. Poletta vízvilágnapja alkalmából mutatott be hasonlóan látványos kísérleteket, amelyekkel szemléltethető, milyen tulajdonságai vannak a víznek, vagy például, hogy mi a különbség a lágy és a kemény víz között. Hogy ebbe desztillált vizet tettem, nincsenek benne ugye kálcium-magnézium ionok, amik ugye a keménységet okoznak, így a szappan micellákat tud képezni, és így teljes mértékben hatásos a tisztító ereje. Na, amíg a kemény vízben, ugye ebben elég sok mindent tettem, kálcium és magnézium ionokat, akármennyire rázhatom, neked is odaadhatom, te erősnek tűnsz, nem fog habzani, nem fog, egyszerűen nem fog habot képezni, hanem egy ilyen csapadékot fog képezni a szappannak, ami gátolja a tisztító hatását. A víz nélkülözhetetlen az élet minden területén, ezért a Nyíregyházi Egyetemen nagy hangsúlyt fektetnek az ezzel kapcsolatos ismeretek átadására. Itt a Nyíregyházi Egyetemen a Környezet és Ember című tantárgy kapcsán belül minden egyes diákunk környezettudatos nevelést kap, és ott természetesen a vizekhez, a levegőhöz, a talajhoz kapcsolódó ismereteket megkapják, de nyilván ilyen részletességgel, mint ahogy a biológia vagy kémia szakos hallgatóink, vagy a természettudományos, vagy a földrajz szakon tanuló hallgatók nem. És éppen ezért ez a célja a rendezvénynek, hogy azok a hallgatók, akik ide a kémia laborba nem tudnak eljutni máskor, most eljöhessenek, megnézhessék azt, hogy a hallgatóink milyen kísérleteket tanulnak és tudnak bemutatni, hogyan magyarázzák, és mindez hogyan kapcsolódik a vízvilágnapjához és egyáltalán a víznek a tulajdonságaihoz. A játékos kémiai kísérletek mellett szakmai programok is várják az érdeklődőket. Szerdán délután a Nyíregyházától nyugatra lévő löszös nyírség területén, vagyis a mai Pokortanyák területén lévő nyírvízláposokhoz tesznek kirándulást. A hosszú háti tavat keressük fel, illetve a vízfolyásokat, az úgynevezett simai főfolyást, 9-es számú simai főfolyást, mely a mandai főfolyással egyesülve végül a Lónyai csatornába, az a teljes egészében mesterségesen kiásott Lónyai csatornába vezeti le a vizet. Ezeket találhatjuk meg most természetes vízfelületekként itt a nyugati nyírség területén. Ezekre is jellemző a kiszáradás, ugye az utóbbi évek aszályos időszaka jelentősen érintette itt is a vízszintet, de most is száraz, de én voltam kint egy hete, még pici vízfoltokat a vízfolyásban is látni, illetve a hosszú háti tó, az oláréti víztározó, ahogy itt a környéken ismerjük, hogy a császárszállási tó, a szelídi tó, a nagyvadas tó, mind-mind ezeknek a maradványai. A vízvilágnapjának célja, hogy felhívja a figyelmet a víz fontosságára. Ez az egyetlen olyan anyag a földön, amely mindhárom halmaz állapotban megtalálható. Jelen van a felszínen, a mélyben és a légkörben is. A víz nem csak az egyetemi laboratóriumokban fontos, hanem a kertekben is, főleg a tavaszi időszakban, amikor a meccésből megmaradt galjakat el akarja égetni a gazdálkodó. Az utóbbi hetekben megszaporodtak a szabadtéri tüzek a vármegyében, ebben az évben már 70 esethez kellett vonulniuk a tűzoltóknak, ebből 20 riasztás a múlt héten érkezett.
Ez a nádas tavaly az év hasonló időszakában Kemecse határában kapott lángra. A tűz több mint 30 hektáron pusztította ki az aljnövényzetet. Rengeteg ehhez hasonló eset történt az előző évben Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében, amiben nagy szerepe volt az elmúlt 100 év legnagyobb aszályának is. Egyelőre ez az év is kevés csapadékot hozott, az egyre javuló időjárással pedig a kerti munkák is megkezdődtek. Ilyenkor a szabadtéri tüzek száma is hirtelen emelkedésnek indul. Idén eddig 68 ilyen esethez vonultak ki a vármegye tűzoltói, mondta el Leskovics Zoltán tűzoltósági főfelügyelő. Csak az elmúlt héten 20 ilyen jellegű tűzeset történt a megyében. Összességében ez még mindig elenyésző adat a tavalyi év egészét tekintve, hiszen tavalyi évben megközelített az 1500 tűzeset számot a szabadtéri tűzek száma. Ez egy óriási szám. Amióta gyűjtjük és feldolgozzuk a tüzekkel kapcsolatos adatokat, ekkora mennyiségű szabadtéri tűzeset szám nem történt a vármegyében. Ez az év úgy indult, hogy a január meglehetősen csapadékos volt. A vegetáció még nem teljesen száraz, de a tűzeseteknek közel 100%-át az ember vagy gondatlansága, vagy szándékossága okozza. Éppen ezért alapvető megelőzési szabályokra szeretnénk felhívni a figyelmét, az emberek figyelmét. Leskovics Zoltán hangsúlyozta, szabadtéri égetés csak kivételes esetben engedélyezett, például akkor, ha az adott települési önkormányzat lehetőséget biztosít a zöld hulladék égetésére, az erről szóló rendeletet azonban szigorú szabályok keretezik. Alapszabály minden esetre, hogy a tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, már a tűzgyújtás időpontjában álljon rendelkezésre a tűz eloltásához szükséges eszköz, amely lehet akár vödörben, hordóban lévő víz, vagy a kerti locsoló tömlő. Következő 2-3 hétben számítunk arra, hogy az a tűzeset szám növekedni fog. Az emberek ugye elkezdték a kerti munkálatokat, a kerti munkálatok során az összegyűjtött zöld hulladék, nyesedék, száraz növényzet elégetésére fognak törekedni, de felhívjuk az előbbiekre a figyelmet, hogy csak is úgy tegyék ezt meg, hogyha az önkormányzati rendelet ezt engedélyezi az adott településen belül. Azokat, akik megszegik a szabadtéri égetés szabályait, a katasztrófavédelem tűzvédelmi bírsággal sújthatja. Ennek mértéke az okozott kártól függően 100 ezer forinttól, akár 1 millió forint feletti összegig is terjedhet. Nem sikerült megtéveszteni a rendőröket a minap a Csenger-Simai határátkelőnél egy 40 éves ukrán férfinek. Hamis rendszámú Porsche autóval akart kilépni az országból. A hatóság azonban leleplezte a csalást, a férfit őrizetbe vették, az autót pedig lefoglalták. Győzelemmel zárta a labdarúgó NB3 26. fordulóját a Kisvárda második csapata. Gerlicki Máté együttese 1-0-ra verte a füzes gyarmatot. 4 győztes meccs után viszont vereséget szenvedett a Sényő, amely a listavezető BVSC Zuglótól kapott ki 4-0-ra. Vasárnap a 14. Sényő a 7. Hajdú Szoboszlót fogadja, a 16. Kisvárda 2 pedig a 9. DVSC 2-höz látogat. Ezüstérmet szerzett Tarjányi István a pizzai világkupa versenyen. A Nyíregyházi Sportcentrum kerekesszékes vívója a kartszakákban végzett a második helyen. A szintén nyíregyházi Csépke Bence a 20. helyen zárt Olaszországban. A kvalifikációs világranglista második helyén álló Tarjányi áprilisban Franciaországban gyarapíthatja a pontjai számát. Az olaszországi Pizzában rendezték az év második világkupa versenyét, amelyen a párizsi paralimpiára kvalifikáló pontokat lehetett szerezni. A kartszakák B kategóriában 34-en indultak. Az erőviszonyokat kissé átrendezte, hogy 4 kínai versenyző is ott volt a mezőnyben. Tarjányi István az elmúlt években rendre jól szerepelt Olaszországban, ahová ezúttal is éremért utazott. Pákei Béla tanítványa végül a második helyet szerezte meg. Istvánnál ugye mindig az a kérdés, hogy van érem, vagy nincs érem. De hát mindig azért menjünk, hogy legyen érem. Ő ugye kiemeltként kezdett, és volt az először a brit ellenfél, simán megverte 15-10-re, aztán jött a kínai ellenfél, akit nem ismertünk idáig, 14-10-re vezetett, amikor volt 2-3 olyan bírói döntés, ami vitatható, és utána tényleg adott egy tusta kínai, ezelőtt 14-14, ugye 15-ig vívunk, és ugye a 15. tust azt István egy lámpával
megoldotta, nem is nagyon volt szerintem más választási hívó. Biztos így bekerült az elődöntőbe. Az elődöntőbe a francia Valét verte meg nagyon, ahogy szokta, és utána pedig meglepetésre a lengyel Dabrowskival került össze. Azért volt így, mert a Dabrowski megverte a másik lengyelt a másik ágon. A Castro szokott bejutni a döntőbe, de most a Dabrowskinak napja volt, és nagyon jól is vívott a döntőbe is. Mint Tarjány István elmondta, nem maradt benne hiányérzet a versenyt követően. A döntőben is elégedett voltam, attól függetlenül kikaptam. Ott is elégedett voltam, mert ott is élveztem a vívást. Tehát tudtam, hogy mit kellene csinálni, mit fog kellene csinálni. Sajnos az nem jött be, éppen pont azt a mozdulatot csinálta, ami jó volt az én vívásom ellen. Tehát ez kicsit szerencse is volt. Ettől függetlenül nagyon jó vívó a Dabrowski, a lengyel Dabrowski. Én nekem most így sikerült ez is, de ennek is nagyon örülök. A legjobb asszom az én úgy gondolom lesz a elődöntő volt a francia ellen a Valé, mert hogy utólag ezt már visszanéztem, és láttam, hogy nekem ott derült ki, mikor a videót megnéztem, hogy 8-6-nál, mikor volt az egy perces szünet, utána nem kaptam tőle tust. Tehát ott nem is szembesültem vele, csak hát annyira önkívülte állapotban voltam már, hogy nem is vettem észre, hogy nem kaptam tőle tust, és így lett 15-6. Tarjány István mellett Csépke Bence is ott volt Pízában. Ő csoportjából 3 győzelemmel és 2 vereséggel tovább jutott, majd a főtáblán vereséget szenvedve végül a 20. helyen végzett. Elvárás úgy velem szemben nagy nem volt, ugye kevés versenyrutinom van még jelenleg, így ami benne van, azt szerettük volna kihozni. Ezt nem mondom, hogy teljesen 100%-osan sikerült is, viszont mindent megpróbáltam megtenni, és a vége egy 20. helyre sikerült a kartban. Tarjányi a 2. helyen áll az olimpiai kvalifikációs világranglistán. Áprilisban a franciaországi Nîmes-ben rendezik a következő világkupa versenyt. A koronavírus járvány miatti lezárások irányították a figyelmét Hadászi Krisztinának a mandala festésre. A különleges technikát 3 éve tanulta meg, és most megnyithatta élete első kiállítását. A tárlat egy hónapig látható a Vasutas Művelődési Házban. A Tünet együttes produkciójával nyílt meg a Nyíregyházi Vasutas Művelődési Ház legújabb kiállítása. Belső utazások címszó alatt Hadászi Krisztina munkáit lehet megtekinteni. Az alkotó 3 évvel ezelőtt kezdett ezzel foglalkozni, de az első próbálkozásokból hamar komoly hobbi lett. Olyannyira, hogy hétfőtől ezeket a nagy közönség is láthatja egy kiállítás keretében. A mandalák bár elsősorban vászonra készülnek akril festékkel, akár bakelit lemezre vagy folyami kabicsokra is lehet alkotni. Van, ami 2-3 nap alatt készen van, plusz még ugye várni, hogy száradjon, meg a lakkozás. Mondjuk az hamar megvan, mert ha sprayt használok, akkor az hamar megvan, de ha ecsettel, akkor ugye az egyértelmű, többet kell várni rá. Van, ami 1 hét, de azért attól több nem. De nem úgy kell elképzelni, hogy na most én leülök reggel, és akkor, mit tudom én, 3-4 óra hossza alatt megcsinálok egyet, nem. Ameddig bírja a szemem, addig csinálom így egyfolytában, akkor van egy kis pihenő, és akkor újra folytatom. A Vasutas Művház előszeretettel mutat be olyan művészeket és alkotásokat, amelyek egyébként nehezen jutnának a város és a megye lakóinak látóterébe. A kiállítások mellett azonban más programokkal is igyekeznek képviselni és átadni a kultúrát, sőt a komoly témák sem állnak távol a Művelődési Háztól. Szervezünk, illetve már megvalósítási szakasz elején járunk egy vasútbiztonsági előadás sorozatot is. Ezt általános iskolások és kifejezetten középiskolások számára szeretnénk majd prezentálni, hiszen az elmúlt időszakban sajnos nagyon sok olyan vasúti baleset történt, ugye magas feszültségi áram vagy kábel megfogása után haláleset, égési sérülések, amelyek elkerülhetőek lettek volna, és itt nyíregyházi vasutasokkal összefogva előkészítettünk egy olyan 4 alkalomból álló előadást,
sorozatot, amit most tavasszal, és majd ősszel is szeretnénk prezentálni az iskolásoknak, általános, illetve középiskolásoknak, és konkrét eseteket fogunk ezekben az előadásokban bemutatni, hogyan történik egy ilyen balesetnek a kivizsgálása, a kivizsgálás mit tár fel, milyen hiányosságokat, vagy milyen olyan körülményt, ami lehetővé tette, hogy fiatalok mondjuk mozdony tetejére másszanak fel. Hadászi Krisztina Mandala kiállítása április 21-ig látható Nyíregyházán a Vasutas Művelődési Házban. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Vállalkozásfejlesztési irodát hoznak létre Nyíregyházán. Erről állapodott meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei szervezete és a Primum Alapítvány. Az iroda praktikus pénzügyi és gazdasági tanácsokat ad majd az érdeklődőknek. A Föld felületének 71%-át víz borítja. Ez az egyetlen olyan anyag a Földön, amely mindhárom halmaz állapotban megtalálható. Az idei vízvilágnap arra hívja fel a figyelmet, hogy a vizeinket és környezetünket fenyegető válság megoldásának kulcsa abban rejlik, hogy felgyorsítsuk a jó irányba tett képéseket. Ehhez kapcsolódva több napos programot szerveztek a Nyíregyházi Egyetemen is. Ezüstérmet szerzett Tarjányi István a pizzai világkupa versenyen. A Nyíregyházi Sportcentrum kerekesszékes vívója a karcakákban végzett a második helyen. A szintén nyíregyházi Csépke Bence a 20. helyen zárt Olaszországban. A kvalifikációs világranglista második helyén álló Tarjányi áprilisban Franciaországban gyarapíthatja pontjai számát. Március 21-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerda este pedig ismét várjuk majd Önöket a vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra! Kedden este szinte mindenhol borult lesz az ég, a hőmérséklet 6 és 9 fok között alakul. Szerdán délelőtt marad a borult idő, de azért némi napsütésre lehet számítani. A hőmérő higanyszála 17 fokig emelkedhet. Csütörtöktől javul az időjárás, a hétvégén már 20 fok is előfordulhat.